Sziasztok! Isten hozott titeket a Vitorlással a Föld körül YouTube csatornán. Ebben az epizódban ott folytatjuk, ahol legutóbb abba hagytuk. Mégpedig Szász szigetéről áthajóztunk Mindellóba, még a Zöldfoki szigeteken vagyunk, és innen folytatjuk majd most az eseményeket. De még mielőtt elkezdenénk, a legutóbbi videó kapcsán érkezett egy kérdés az időjárással kapcsolatban. Igen, az utóbbi vlogban egy napot mutattam be, és azoknak a fontos eseményeknek a menetét, amiket megcsinálunk minden indulás előtt. És nem tudom, hogy hogyan, de elfelejtettem említeni az időjárást. Igen, a kérdés az nagyon jogos volt. Az időjárás az 100%-osan befolyásolja az utunkat, leginkább az utunk mikorját. Volt olyan amúgy a földközi tengeren, hogy több hétig néztük az időjárás, és nem tudtunk tovább menni, mert folyton szembeszélünk volt. Szóval az időjárás az egyik legmeghatározóbb pontja az egész életünknek, mert ugye mi széllel megyünk, és ez határozza meg azt, hogy mikor indulunk, és mikor és milyen irányba tudunk tovább menni végül is. De ebben most nem mennék bele különösebben, mert a következőkben, nem ebben az epizódban, de az elkövetkezőkben készítek majd nektek néhány mini vlogot specifikus témákról, és egyik az időjárás lesz. A szatellittelefonra is ki fogunk térni, és arról, hogy hogyan nyerünk időjárást kín, vagy hogyan szerezzük be, töltjük le az időjárást kín az óceánon, amikor nincs internet kapcsolatunk. Úgyhogy ebben most nem mennék bele, de nagyon jó kérdés, és sajnálom, hogy az előző epizódban nem tértem ki erre. Ha esetleg lemaradtál az előző heti epizódról, akkor itt erre a linkre klikkelve bepótolhatod a lemaradásod. És hát akkor folytassuk. Legutóbb ígértem nektek, hogy ebben az epizódban egy kicsit a hajós munkák világába kalauzollak el titeket. Az utolsó néhány munkáról fogunk beszélni, amit meg kellett csinálnunk az atlanti átkelés előtt. Úgyhogy kezdődjön az e-heti vlog. Remélem tetszeni fog nektek. Bármilyen kérdés merül fel, azt tegyétek majd fel nekem a videó alatti komment szekcióban. Sziasztok, jó reggelt! Kijöttem a piacra, és eljöttem tankolni a dingivel, de épp zárva van a tankoló, úgyhogy most megnéztem, itt mennyi a zár, és majd elmegyek a kinti szárazföldi benzinkútra, és is megnézem, hogy ott mennyi, mert csak 10 litert kell vennem. Illetve kihoztam a szemetet is, egy hatalmas zsák szemét, mivel zsákunként 100 eszkodosz, az 1 euró kidobni a szemetet a marinába. És most kihoztam egy nagy zsákot, kb. 6 kicsi szemetes zsákkal, és most megyek a kávézóba. Egy kicsit internet, ezek letöltök pár filmet, és aztán megyek a piacra. Úgyhogy tartsuk itt van. Eljöttünk a helyi halpiacra, és vettünk egy ton halat. 300 eszkudosz kilóáron, ami 3 euró per kiló. És nagyon érdekes, mert van egy rész, ahol eladják a halakat, és van egy másik része a piacnak, ahol férfiak meg is tisztítják a halat és filézik. És a tisztító eszköz az egy konzerves doboznak az alja megvágva. És akkor ilyen, ezzel ugye könnyen leszedik a pikelyeket. Nagyon érdekes. Épp a városi piacon vagyok Mindellóba, vagyis kerestem a Marina boltot, és megtaláltam a piacot, és nagyon szép, nagyon művészi az egész épület az, és így mintha egy ilyen állandó kiállítás lenne kirakva körbe a galéria része. Úgyhogy nagyon pozitív találkozás volt most nekem ez a piaccal. Tényleg nagyon ötletes. Iszonyat meleg van. Nyomtat a 3D nyomtató, megy a laptopom, és közben halat sütök. És alapból 25 fokon, úgyhogy igen, nem fázunk, de nem baj, inkább meleg legyen, mint hideg. Meg akarom nektek mutatni néhány dolgot, voltam a piacon. Vettem hagymát, paprika és paradicsom, illetve ezek még mondjuk a múltkoriak, ezeket nem most vettem, de vettem még banánt,
És végre találtam salátát is, meg hagyma, új hagyma. Szóval, wow, és van tejtermék is, sajt, ez a sajt, ami ott megkapható, és van tej is. Ezek mind Portugáliából vannak, illetve máta is van, ennek van, hogy mondják magyarul, tejszín is van. Szóval minden van, annyira felszerelt minden ló, hogy valami hihetetlen. Úgyhogy innen egyszerűbb lesz, úgymond ismét feltölteni a hajót kajával, hogy elinduljunk. Na de még más dolgok is történnek amúgy a hajón, nem csak ez. Körülbelül 2 hét múlva akarunk indulni, és még elég sok dolgunk van, úgyhogy elég stresszes periódus ez. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem az. Annak érdekében, hogy javítsuk a könnyű és nyugodtalanati átkelésünk esélyét, úgy döntöttünk, hogy véglegesen telepítjük az eddig Pót Alcatrace-nek szánt fél évszázados Neko autópilótát. A cél, hogy egy kapcsolóval tudjunk váltani az egyik és a másik pilóta között, hogyha az egyik meghibásodna, szerelés nélkül a Pót pilótára kapcsolhassunk. Ez egy nagyon gyakori megoldás a szóló túravitorlások körében. Hogy izgalmas is legyen a munka, kipróbáltunk egy rendhagyó megoldást. A pótpilótának új polcra van szüksége, azonban ennek a polcnak nem csak a pilóta 20 kg súlyát, hanem működés közben a lánc miatt ébredő erőket is el kell bírnia. Pont a horgonyzóhely mellett volt egy üvegszálas poliészteres bolt, így adódott, hogy üvegszálból legyen az új polc. A hajó többi része is úgyis poliészterrel készült. A rendhagyó része a projektnek azonban az volt, hogy nem műanyag habból, rétegelt falemezből vagy balzafából készült az alapszerkezet, hanem kis infillel 3D nyomtattuk azt. A kis infill nagyon lyukacsos szerkezetet eredményez, kevés filamentet fogyaszt, és hasonlít végül is a habok szerkezetéhez. A nyomtatott alap pontos lett, és csak össze kellett ragasztani több kisebb elemből, melyek még épp hogy elfértek a nyomtató tálcán. A nyomtatott alapot ezután mindkét oldalról több réteg üvegszállal vontuk be, és elhelyeztük a merevítéseket, és azokat is bevontuk üvegszállal. Az így készült polc tökéletesen beillett a helyére, és szintén üvegszálazott, állítható konzolokkal rögzítettük azt. A védőburkolatból új nyílásokat vágtunk ki, hogy a pótpilótához is hozzáférhessünk. A 3D nyomtatott és üvegszálazott szerkezetek tehát abszolút jól használhatóak, és gyorsabban, kevesebb hulladékkal, kevesebb fogyóeszközzel, egyszerűbben elkészíthetőek tehát, mint a CNC géppel műanyaghabból készített társaik. Nekünk legalábbis ez volt a véleményünk, de elismerjük, hogy ha az embernek csak egy kalapácsa van, akkor minden megoldandó probléma beütendő szegre hasonlít. A mi módszerünkön azonban még állítani kell, mert utólag mégis betettünk pár alumínium tartó lábat, csak hogy nagy hullámzásban is biztos lábakon álljon az autópilóta. Az autópilótákról még a következő epizódban is szót fogunk ejteni röviden, mert végül nem 2, hanem 4 autópilótával indultunk el az atlanti átkelésre, de hogy mi is történt pontosan, erről majd a következő epizódban beszámolok nektek. A második autópilóta beszerelése miatt, mivel teljesen szétszedtük az autópilóta körüli dolgokat, ezért úgy döntöttem, hogy mielőtt visszapakoltuk volna a berendezést. Letisztítottam egy kicsit, megtisztoltam és újra festettem a kormánymű kardántengelyét. Vitorláshajókon 3 fajta kormánymű létezik. Egyik a kábeles, a másik a hidraulikus, és a harmadik a kardán. És nekünk kardántengelyes van, mindjárt megmutatom. Itt látható, és ez amúgy egy előtte fotó is, mert hogy most ezt le fogom csiszolni, és aztán lefestem. Úgyhogy mindjárt megmutatom, milyen lett.
sok tengerész Windalónak nevezi ezt a helyet, a Windalói öblöt, mivel folyamatosan foly a szél. És ma reggel teljes szélcsendrébb lettünk. Úgyhogy ez most egy nagyon ritka pillanat. Nos, sikerült kijutni a partra, és kihoztuk a ruhákat. Én elmentem mosni, Kristóf megint elment vásárolni. Keres amúgy egy motort az egyik autópilótához. Én pedig kijöttem mosni, és nem mondtam nektek tegnap, de valamit még intéztem a piacon. Kerestem, vagyis hát már régóta próbálkozom keresni egy olyan szemét, aki befonja a hajam, ilyen African braids-be, szóval ilyen helyi fonással. És már szállon is megkérdeztem, hogy 60 euróért akarták nekem megcsinálni pothajjal, és gondolkodtam, hogy biztos, hogy találok olcsóbban. És igen, találtam itt egy személy 35-ért megcsinálni a pothajjal együtt. Ezen is még gondolkodtam egy kicsit, és miközben sétáltam a piacon, észrevettem, hogy egy fiatal fiú var, ruhákat var kint a piacon. És akkor elkezdtem el beszélgetni, és kiderült, hogy ő helyi, hát nem népviselete, de népies motívumokkal ellátott anyagból készít modern ruhadarabokat, és így nagyon jól néznek ki. És megbeszéltem vele, hogy készítek vele egy interjút, és ma megint beszéltem vele még néhány részletről, és segített nekem találni egy másik szemét, aki 30 euróért megcsinálja a hajam pothajjal együtt. Szóval igen, addig kell keresni, amíg meg nem találod számodra a megfelelőt. A mosás közben megy, még fél órát, mindjárt megyek érte. A mosás amúgy 14 kiló, 900 eszkudosz volt, ami 9 euró, úgyhogy nagyon jó áron van, kár ugyanannyi, mint lesz pálmaszom volt. Azt hiszem, hogy épp egy temetési menet jön felém, és mögöttem pedig arabok épp imádkoznak, mert lassan megy le a nap. És ugye Ramadán van, meg amúgy is. Érdekes tapasztalat. Köszönöm, hogy megnézted ezt az epizódot, legközelebb még egy kicsit szó lesz az autópilótákról. De az autópilótákon kívül még beszélni fogunk a Spinnaker Rudról is, amikor megmutatjátok, hogy mi is az a Spinnaker vitorla, mire való a Spinnaker Rud, és hogy hogyan is csináltunk mi egy Spinnaker Rudat a fedélzeten. De azért, hogy egy kicsit eltávolodjunk a hajós munkáktól, legközelebb megmutatom nektek, hogy hogyan változtam át fizikailag egy windalói hölgy segítségével, mert hogy befonattam a hajam az afrikai piacon, és arról szeretnék majd nektek egy kicsit beszámolni, hogy hogyan történt az egész, hogyan éltem én meg fizikailag ezt a változást, mert hogy képeken nagyon szépnek tűnik, és nagyon egyszerűnek tűnhet, de gyakorlati életben érdekes tapasztalat volt számomra azzal a nagy hajtömeggel aludni és élni 5 hétig. Most már megsugom, megmondom nektek, 5 hétig volt a hajamba, vagy volt így a hajam befonva. Túlélte az atlanti átkelést is, és aztán Dél-Amerikában váltam meg végül ettől a hajviselettől. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Ha tetszik a videó, iratkozzatok fel a csatornára, ne felejtsetek el kommentet vagy kérdést feltenni, hogyha esetleg van valami, amit hozzáfűznétek a videóhoz, és a következő rész elején majd válaszolni fogok a feltett kérdésekre, megjegyzésekre, és hát, hogyha aktuális hírekről szeretnétek tudomást szerezni az utunkkal kapcsolatban, akkor Instagramon, Facebookon és TikTokon a Vitorlással a Föld körül név alatt megtaláltok. Úgyhogy találkozunk legközelebb, sziasztok!